700 milliárdról döntenek, a következő uniós költségvetési időszak hazai forrásainak 10%-áról döntenek majd a megyei önkormányzatok. Névadó és átadó Kisvárdán. Új nevet és külsőt kapott a Kisvárdai Városi Könyvtár. A beruházás közel 100 millió forintba került. Díjeső. A csapadékon kívül díj is hullott a Kölcsei Televízió csapatára. Az Ajaki Nemzetközi Disznótoros Fesztiválon másodikok lettünk. A közigazgatás átszervezésével kizárólagos szerepet töltenek majd be a megyei önkormányzatok a területfejlesztésben. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Egy kormányhatározat szerint a 2014 és 2020 között rendelkezésre álló uniós források 10%-át a megyei önkormányzatokon keresztül használja majd fel az ország. Ez mintegy 700 milliárd forint lesz. Ezért fontos, hogy a megyék konkrét célokat megfogalmazó területfejlesztési stratégiákat dolgozzanak ki. Mindenről a Kelet-Magyarország Top 100 klub rendezvényén tájékozódhattak az érdeklődők a megyeházán. Szabolcs-Szatmár Bereg megye gazdasági és társadalmi életében ezúttal is kiemelt jelentőségű témáról egyeztettek a Kelet-Magyarország Top 100 klub rendezvényén szakemberek és cégvezetők, amelyet közösen szervezett a megyei önkormányzat és a megyei napilap. Ezúttal a megye Szabolcs-Szatmár Bereg megye területfejlesztési stratégiáját, a stratégia alkotás folyamatát tűzte napirendre. Ez kiemelt jelentőséggel bír most, hiszen ez lassan 20 éves visszatekintő folyamat, de az elmúlt közel 20 évben bizonyos hullámvölgyeket és hullámhegyeket élt meg. Most a közigazgatási reform kapcsán a megyei önkormányzatok újra ezt kapták meg fő feladatként. Ezt fogjuk most elemezni, értékelni szakértők, illetve a vállalkozók részvételével. A megyei közgyűlés tavaly ősszel fogadta el a területfejlesztésről szóló helyzetelemzést, jelenleg a stratégia megalkotásánál tartanak a szakemberek. A célrendszer nyilvános mindenki számára, a társadalmasítása lassan befejeződik, és azért nagyon fontos, hogy meghatározzuk pontosan ezeket a célokat, mert minden beavatkozási terület, minden prioritás, minden projekt be lesz építhető ez a célrendszerre, tehát a célrendszer alá fog épülni, és ez meg fogja határozni nyilván a következő időszak a 2014-2020-as fejlesztési vonalakat. A megyei közgyűlés elnöke beszédében kiemelte, a közigazgatás átszervezése miatt változik a megyei önkormányzatok szerepe a területfejlesztésben, ezért fontos egy mindenre kiterjedő stratégia kidolgozása. Területfejlesztésben kizárólagos lesz a megyei önkormányzatok szerepe mind a 19 megyei önkormányzatnak. Kormányhatározat rögzíti, hogy legalább a források 10%-át területfejlesztési célrendszer és a megyei önkormányzatokon keresztül kívánja az ország elkölteni 2014 és 2020 között. Ez összegszerűségében is elég nagy összeg, mint egy 700 milliárd forint értelmes jó célokra történő elköltéséről van szó. A rendezvényen az is elhangzott, egy és gazdaságfejlesztési pályázatok beadási határideje áthúzódott a tavalyi évről. Ezeket február 28-áig lehet benyújtani. Gyakorlatilag minden olyan területre lehet most pályázni, amely egy vállalkozás életében fontos lehet, akár eszközök beszerzése, akár a telephelynek a fejlesztése, illetőleg olyan dolgok, tanácsadás, know-how beszerzése, ami a vállalkozás életében fontos. A cégek 3 milliótól egészen 250 millió forintig igényelhetnek támogatást, a fejlesztésekhez 50% és 60% önerőt kell biztosítaniuk a pályázóknak. Új nevet is kapott a ma átadott Kisvárdai Könyvtár. A Várdai István Városi Könyvtár rekonstrukciós munkálatai közel 100 millió forintba kerültek. A beruházás egy 2013. augusztusáig tartó több mint 1 milliárd forintos fejlesztés sorozat része. Ennek köszönhetően egyebek mellett megújul Kisvárda belvárosa is. Közel 770 millió forint, ennyi támogatási összeget nyert Kisvárda a funkcióbővítő integrált település fejlesztésre. A mintegy 1,2 milliárd forint összköltségű projektben eddig többek között a sétáló utcát adták át, mondta a település polgármestere. Most a Kisvárdai Város funkcióbővítő pályázat következő eredménynek az átadása, a Városi Könyvtárnak a teljes külső rekonstrukciója készült el, használtuk át a mai nap folyamán, illetve ez egy nemes cél is kötődött, a névadás Várdai István nevet vette fel a könyvtár.
A város egyik legrégebbi, több mint 200 éves épülete régebben bankként és művelődési központként is üzemelt, majd évekig üresen állt. Könyvtárként 1990 óta működik, a közel 100 millió forintos külső felújítás eddig váratott magára. Az átadó ünnepség egyben névadó esemény is volt. Végig gondolva, kik azok, akik Pisvárda életében jelentős szerepet játszottak. Négy nevet tártunk a városi polgárok elé, akik újságon keresztül, levélben, személyesen, interneten keresztül szavazhattak. És ez a szavazás eredménye, ennek a szavazásnak az eredménye, vagy a könyvtári dolgozók szavazásának az eredményeképpen Várdai István lett a győztes, és amit maga a Kisvárda város is támogatott. Egy olyan személyiség, aki a 15. század közepének egyik meghatározó politikusa. A polgármester kiemelte, az 1,2 milliárd forint értékű városfejlesztés nyár végéig tart, addig több épület és intézmény szépül meg Kisvárdán. 40 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei demonstráló indult útnak Nyíregyházáról Budapestre szombaton. Az éhségmenet elnevezésű tiltakozó akció résztvevői jövő hétfőn érkeznek a parlament elé. Céljuk, hogy felhívják a döntéshozók figyelmét az egyre nagyobb arányú elszegényedésre. A Fidesz megyei szervezete szerint a demonstráció kampánycélt szolgál, amely mögött egyértelműen a szocialisták állnak. A nyíregyházi városháza előtti téren gyülekeztek az zuhogó esőben munkát kenyeret feliratú transzparensekkel az éhségmenet résztvevői, akik a parlament tavaszi ülésszakára február 11-ére érkeznek Budapestre. A szervezők célja az akcióval, hogy felhívják a döntéshozók figyelmét az egyre nagyobb arányú elszegényedésre. Az éhségmenetet a szocialista párt is támogatja. Az éhségmenet az egy segélykiáltás. A segélykiáltás pedig a kormánynak szól, mert az ország leszakadó térségeiben az emberek nem tudnak megélni. Nem segít akarnak, munkát akarnak. Tisztességes munkát és persze tisztességes bért. Az éhségmenetelők azok a szabolcsi 23 ezerért menetelnek, akiknek nemhogy közmunka nem jutott márciusig, hanem még megélhetéshez szükséges pénz sem. Ezért támogatja az MSZP azt, hogy az éhségmenet elinduljon. Tilki Attila, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, Fehérgyarmat polgármestere szomorúnak nevezte, hogy az MSZP a szegények sorsát használja fel saját politikai céljaira. A politikus emlékeztetett arra, hogy a közmunkások bérét éppen most emelte fel a kormány. A közelmúltban Vásárosnaményban tartott kihelyezett kormányülésen pedig döntés született arról, hogy a hátrányos térségek felzárkóztatása érdekében szabad vállalkozási zónákat hoznak létre, ahol adókedvezményeket kapnak a munkahelyteremtő beruházások. Bereg megyében 8 ilyen zóna is lesz, amely a kormány szándékai szerint újabb munkahelyeket is jelent majd. Kampánymeneti petíciót adott át a Nyíregyházi Munkahelyi Központ kirendeltségén. Általános megdöbbenésünkre, minden polgármester megdöbbenésére a ellenzéki képviselő úr, aki mindössze már egyedül képviselte a petíció átadásánál a kampánymenetet, nem tudta pontosan, hogy Nyíregyházán hol van a Munkahelyi Központ. Nagy lendülettel tovább ment, és a 20 éve ugyanott lévő épület helyett egy másik közhivatalnál állt meg, és ott torpant meg, és ott jött rá, hogy hoppá, azt sem tudja pontosan, és azért megjegyzem, hogy korábban két cikluson keresztül Nyíregyháza alpolgármestere volt, azt sem tudta pontosan, hogy hol van a munkahelyi kirendeltség. Innentől kezdve mennyire vehető hitelesnek a szocialisták kampánymenete. Úgy gondolom megalázó és álságos az, hogy a szegény sorban élő embereket használják fel a saját céljaik elérésére. Embercsempészettel gyanúsítanak két török állampolgárt. A rendelkezésre álló adatok szerint a 47 éves K. Mustafa és a 20 éves S. Sakin február 1-én hajnalban segítséget nyújtott két szintén török társuknak, hogy engedély nélkül átlépjék a csengeri határrendészeti kirendeltség területéhez tartozó határszakaszt. A rendőrök az ügyben mindkét elkövetőt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették. Járvány nincs, viszont előfordulhat a város óvodáiban és iskoláiban fejtetű. A védőnői szolgálat ezért minden évben háromszor végigjárja a közoktatási intézményeket és ellenőrzi a gyerekek fejét. A januárban tartott rutinvizsgálatok bebizonyították, az ellenőrzésre szükség van, mert ezzel megakadályozható a tömeges fertőződés. Tetűt keres a fülek mögött és a tarkó környékén a védőnői szolgálat munkatársa. A rutin ellenőrzés rendszeres, a szakemberek minden tanévben háromszor vizsgálják át a megyeszékhely közoktatási intézményeit. Az élősködő rovar nagysága nem éri el az 5 mm-t, színe szürkés, de mindig alkalmazkodik a hajszínéhez, ezért sem könnyű észrevenni. Serkéjét ráadásul nehezen eltávolítható, cementszerű anyaggal rögzíti a hajszálakhoz. Mivel szapora és jó túlélő, ezért a zárt gyermekközösségek
kiváló terepet jelentenek számára. Tetvesség miatt senki sem hiányozhat, így amennyiben a védőnői szolgálat munkatársai fertőzött gyereket találnak, értesítik a szülőt. Nekik kell gondoskodni a tetük kiirtásáról, erről nyilatkozni is kötelesek. A hatékony védőnői munkának köszönhetően nem alakult ki járvány a városban. Hál' Istennek Nyíregyházán többségében nem fertőzöttek a gyerekek, az óvoda többsége tiszta, egyetlen egy serkét tetűt sem lehet találni, de azért minden évben vannak, és mindig találunk, tehát nem lehet azt mondani, hogy abszolút nincs. A szakember szerint tévhit, hogy a tetű csak az ápolatlan fejen érzi jól magát. Kiirtásához nem elegendő a samponos víz, kizárólag vegyi anyaggal és mechanikus eljárással távolítható el. Fontos az is, hogy a fejjel érintkező használati tárgyakat, sapkákat, párnákat, fésűket fertőtleníteni kell. Második lett a Kölcsei Televízió csapata az Ajaki Nemzetközi Disznótoros Fesztiválon. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Hazai pályán szenvedett vereséget a Pakstól a Marsóvagépeny KK. A férfi kosárlabda NB1 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 91-73-ra nyertek a nyíregyháziak ellen. A találkozón búcsúzott el az aktív játéktól Sitko Ernő, az NKK korábbi csapatkapitánya. A Tatran Prešov elleni idegenbeli felkészülési mérkőzéssel zárta kéthetes edzőtáborát a Nyíregyháza Spartakusz. Brek János együttese 1-0-ás vereséggel távozott Eperjesről. Bajzátékat először kedden délután 13:30-tól láthatják a szurkolók a Városi Stadion műfüves pályáján az Ibrány ellen. Második lett a Kölcsei Televízió csapata az Ajaki Nemzetközi Disznótoros Fesztiválon. A rendezvényen egyedüliként képviselte a megyei médiumokat a televízió, a csapat pedig a legfűszeresebb, legfinomabb kategóriában jeleskedett. A gasztronómiai fesztiválon díjazták még a legjobb fogópálinkát és a legszebb gumicsizmát is. A disznótoros értékőrző jellege mellett fontos, hogy a közfoglalkoztatási programban nevelt sertéseket dolgozták fel a versengő csapatok. Minden csapatnál a fogópálinka elfogyasztása után kezdődött a munka, a Kölcsei Televízió stábja egy közel 130 kilós sertés szúrásával kezdte a napot. Aki volt már ilyenen, tudja, hogy milyen munkafolyamatok vannak. Én magam például a disznó fülét fogtam, illetve ide hoztam a helyszínre a feldolgozásra. Én is kivettem a részem, de ugyanúgy a kollégák is kiveszik a részüket, akár a toroskáposzta előkészítésében, a szalonna felvágásában, a karaj kicsontozásában, tehát számtalan olyan munkafolyamat van, mindenki lelkes, és mindenki kiveszi a részét ebben. Húskockázás, darálás, kolbásztöltés, szinte minden versengő csapat sátránál ezeket a folyamatokat lehetett látni. A megyéből és a határokon túlról közel 30 csapat érkezett Ajakra. Egy új kezdeményezésre, ugye a közfoglalkoztatáson keretén belül történnek a településeken állattartás, növénytermesztés, és itt Ajakon fölneveltek több mint 30 disznót, és a mai napon ezt vágták le. Ez ennek különösen nagy értéke és jelentősége van, hiszen azért azt üzeni az embereknek, hogy igenis vissza lehet térni a régi hagyományokhoz, a régi szokásokhoz. A hivatalos megnyitón az ajaki polgármester kiemelte, a gasztronómia mellett fontos szerepet kaptak a nagyközség testvértelepülései is. Most már feliratkozott és tényszerűen ott van a verbiázsi testvértelepülésünk, amelyik a Vereckei Hágó közigazgatási területén található, illetve ott található a Vereckei Hágó, az emlékmű. Ennek az aláírásnak a megőrősítése történt, hiszen december elején aláírtuk ezt Császlócon, Ungvár mellett, egy magyar településen, és most pedig megőrősítettük itt a téli fesztiválunkon. Az Ajaki Fesztiválon nem csak a disznótoros étkeket, hanem a fogópálinkákat is zsűrizték, a rendezvényen pedig a legszebb gumicsizmát is keresték. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzat, mint a megye fejlesztési stratégiáért felelős szervezet fontosnak tartja, hogy a megye kulturális, hagyományos értékeit bevegye abba a programba, abba a stratégiába, ami 14-20-ig az Európai Uniós fejlesztés politikát meghatározza. Része íz is. A megyei önkormányzat éppen a Kölcsei TV-vel, mint a
mondjuk úgy, hogy a tulajdonosa is részt vesz, egy sátrat csinált, hogy bemutatkozzunk, nyíljunk egy kicsit kiebb a rendezvényen résztvevők előtt a világ felé, hiszen a megyei önkormányzat egy teljesen új feladatot kapott. Az Ajaki Disznótoros Fesztiválon idén sem csak az innyenségeké volt a főszerep, a látogatókat színpadi produkciók is szórakoztatták. Hazai pályán szenvedett vereséget a Pakstól a Marsóvagépeny KK. A férfi kosárlabda NB1 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 91-73-ra nyertek a nyíregyháziak ellen. A találkozón búcsúzott el az aktív játéktól Sitko Ernő, az NKK korábbi csapatkapitánya. A sérült Boldizsár Ferenc hiányában alacsony szerkezettel lépett pályára a hazai csapat, és két negyeden keresztül a nyíregyháziak tartották a lépést az esélyesebb vendégekkel. Az első 10 percet 2 ponttal az NKK nyerte, a második negyed 5 ponttal a Paksi lett. Fordulás után robbantott az ASE, 30-11-re nyerték a harmadik negyedet a kispadról is válogatott játékosokat bevető tolnaiak, akik ezzel el is döntötték a mérkőzést. A zárószakasz már csak formaság volt, végül 91-73-as vendégsikerrel zárult a találkozó. A csapat kellően motiváltan lépett pályára, mindenféleképpen szerettük volna Ernő búcsúztatását emlékezetessé tenni, de beigazolódott az, amitől féltünk, ellenfelünk hosszabb kispaddal rendelkezik, ellenfél edző nagyon jól tudta rotálni játékosait, végig frissek maradtak a pályán, és sajnos be kell ismernünk, bennünket fölőröltek, hisz az ellenfél csapatából mindig friss játékos, hasonló játékerőt képviselő játékos érkezett a pályára, még nekünk kulcsjátékosainak szinte csere nélkül kellett végigjátszani a mérkőzést, és sajnos ki domborolott a két csapat közötti különbség. Halkan jegyzem meg, mert 20 pontos vereség után erre nem igazán lehet fogni, de a Vojvoda Dávidot a harmadik percben kiállítja a játékvezető szándékos ütésért, biztos vagyok benne, hogy egy teljesen más mérkőzést játszottunk volna. A vezetőedző a vereség ellenére is talált pozitívumokat csapata játékában. Lohácsi Máténak a játéka, Benet Davisnek a hozzáállása, illetve azt mondom, hogy nagyrészt azért jó pár embernek a hozzáállása megfelelő volt. Külön öröm volt, hogy a végén a fiatalok is pályára léptek, meghálálták hasznos játékkal, illetve dobott kosárral, labdaszerzéssel a bizalmat. Úgyhogy ez a két dolog, úgy gondolom, ez kellően pozitív. Szombaton húzta utoljára magára hivatalos mérkőzésen a Marsóvagép NKK mezés Sitko Ernő, aki előtte egy gálameccsen korábbi válogatottbeli játékostársai között adott ízelítő tudásából a szép számú közönségnek. Nagyon jó volt velük játszani, örültem volna neki, ha még többen eljönnek, de alapvetően azokból a csapatokból, amelyik igazán meghatározó volt a pályafutásom során, azokból itt voltak. Ugye a Nyíregyháza az természetesen mindig más jelent, mert mégiscsak ez volt az a csapat, amelyik elindított a pályafutásomon. A Honvéd volt a következő, és nagyon jól éreztem magam Budapesten. Nagyon szép sikereket értünk el, és nagyon jó csapatársakkal játszottam együtt, és nagyon örülök neki, hogy a Honvédból azért érkeztek olyanok, akikkel együtt játszottam. Ugye Boros Zoli, Mihály Gyula és Zsoldos Bandi, aki az edzőnk volt éveken keresztül. És természetesen a Paksnak is nagyon örülök, hiszen a másik sikersorozatom az a Pakshoz kötődik. Visszatérve az NB1-hez, 19 forduló után az Albafehérvár és a Paks egyaránt 14-5-ös mutatóval áll az A csoport élén. A Marsóvagép NKK 7 győzelemmel és 11 vereséggel a 11. helyen várja két hét múlva esedékes Szombathely elleni hazai mérkőzését. A Tatran Prešov elleni idegenbeli felkészülési mérkőzéssel zárta a kéthetes edzőtáborát a Nyíregyháza Spartakusz. Brek János együttese 1-0-ás vereséggel távozott Eperjesről. Bajzátékat először kedden láthatják a szurkolók Nyíregyházán. Délután 13:30-tól Havárosi Stadion műfüves pályáján az Ibrányt fogadja a Spari. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Egy kormányhatározat szerint a 2014 és 2020 között rendelkezésre álló uniós források 10%-át a megyei önkormányzatokon keresztül használja majd fel az ország. Ez mintegy 700 milliárd forint lesz. Ezért fontos, hogy a megyék konkrét célokat megfogalmazó területfejlesztési stratégiákat dolgozzanak ki. Várdai István egykori földbirtokos nevét kapta a felújított Kisvárdai könyvtár. A ma átadott intézmény rekonstrukciós munkálatai közel 100 millió forintba kerültek. A beruházás egy 2013. augusztusáig tartó több mint 1 milliárd forintos fejlesztés sorozat része. Ennek köszönhetően egyebek mellett megújul Kisvárda belvárosa is.
Második lett a Kölcsei Televízió csapata az Ajakint Nemzetközi Disznótoros Fesztiválon. A rendezvényen egyedüliként képviselte a megyei médiumokat a televízió, a csapat pedig a legfűszeresebb, legfinomabb kategóriában jeleskedett. A gasztronómiai fesztiválra a megyéből és a határokon túlról közel 30 csapat érkezett. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, amelyet megtekinthetnek az interneten és weboldalunkon. A legfrissebb eseményekről kedden este 7-kor ugyanitt a híradóban tájékozódhatnak. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen nagyon kellemes az estéjük, viszontlátásra! Köszöntöm Önöket, holnap felhős időre számíthatunk, kisebb esővel, hóval. Délen szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet, csapadék eleinte az északi és északkeleti ország részben, majd az esti óráktól máshol is várható eső, havas eső, az északi középhegységben havazás formájában. Gyenge vagy mérsékelt déli-délnyugati szél fog fújni. A hőmérséklet csúcsértéke 2 és 9 fok között alakul, észak-keleten mérhetjük a hidegebbet. Megyénkben éjjel eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Kisebb havazás előfordulhat, a délnyugati szél megélénkül időnként meg is erősödik, reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Napközben is többnyire erősen felhős marad az ég, kisebb csapadék főleg délután fordulhat elő, vegyesen eső, havas eső vagy hó formájában. A déli szél időnként megélénkül, délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatással számoljanak az arra érzékenyek. A határaink közelében is borult, erősen felhős időre van kilátás, havazás, havas eső kialakulására számítani kell. A hőmérséklet éjszaka általában -3, nappal pedig +2 fok körül valószínű. Egész héten folytatódik a csapadékos idő, eleinte még eső hullhat, amit majd egyre inkább hó vált fel. Napsütésben alig lesz részünk, a hét közepei enyhe idő után pedig néhány fokos lehűlés várható. És egy kis érdekességgel búcsúzom, 1888-ban ezen a napon országszerte barna színű hó esett, ami a korabeli vizsgálatok szerint svédországi eredetű ásványoknak köszönhette a színét. Ezzel megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Az időjárás jelentést az Electrolux Lehel Kft. Támogatta. Electrolux, a fenntartható fejlődésért. Időjárás jelentésünket támogatja a Felbermann Éva édességbolt, a magyar csokomi csokoládé forgalmazója.